Ez a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm nézőinket, ez itt a Mozaika napi színes. A média és internet használat életünk részét képezi. Gondolhatunk mindennapjaik bármelyik szegmensére, a munkán keresztül egészen a kikapcsolódásig szinte mindig használunk valamilyen multimédiás eszközt. Olyannyira életünk részévé váltak a világhálóhoz kapcsolódó elektronikai hordozók, hogy gyakran elvesztődünk azok végtelen világában. Mai műsorunkban az internet és média használat két nagyon fontos területéről fogunk beszélni, az online vásárlásról, majd pedig a kisgyerekek média használatáról. Ezután kilépünk a virtuális valóságból, és visszatekintünk az Alternatív Filmfesztivál elmúlt 30 évére. Ezt követően kis kézműves foglalkozásra és főzésre is sort kerítünk. Tartsanak velünk! Az online, az internet virágzásának korát éljük. Ezáltal szinte minden egy karnyújtásnyira van tőlünk. Már nem kell vásárolni indulnunk, hiszen könnyedén beszerezhetünk ruhát, bútort, műszaki cikket és élelmiszert anélkül, hogy kilépnénk az ajtón. Sokan érvelnek az online vásárlás mellett, de ugyanúgy sokan szereztek már az etéren rossz tapasztalatokat. A következő percekben az online vásárlás előnyeiről és hátrányairól beszélgetünk Ser László marketing szakemberrel, a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatójával. Szeretettel köszöntelek! Én is köszöntöm a kedves nézőket! Ugye főként a pandémia időszakában növekedett meg az online vásárlások száma, és ez egészen a mai napig stagnál, vagy úgy látszik, vagy nem tudom, te fogod elmondani, hogy ez növekedni látszik, hiszen akkor kerülni kellett a boltokat és a bevásárlóközpontokat. Hogyan változott meg abban az időben a vásárlói magatartás? A vásárlói magatartás nagyon komolyan felkavarta a pandémiás helyzet, ez mondjuk szerintem az utca embere által is egy érzékelt dolog. Amit számokban fontos tudni, az viszont az, hogy elég jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik rendszeres online vásárlók lettek. Itt ugye arra gondolok, hogy sokan élelmiszert is kezdtek vásárolni interneten, főleg nagyvárosi-városi környezetben, és hát ezen kívül meg ugye a mindennapi dolgok egy része is az online vásárláshoz került az offline vásárlás területéről. Úgyhogy például számokban azt lehet elmondani, hogy a 2019 előtti időszakban, amikor a romániai lakosságnak a 23%-a vásárolt interneten többé-kevésbé rendszeresen, az megugrott 38%-ra, például 2021-ben 38% környékén volt, és ez egy óriási előreugrás, hogyha belegondolunk. Szóval ez már önmagáért beszél. Ezen kívül meg ugye nyilvánvalóan számos olyan dolog történt, ami kényszerből történt meg, tehát nem kifejezetten úgy fejlődött az e-kereskedelem meg az online vásárlás, ahogy mi gondoltuk volna, hanem nagyon sokan kényszerből nyúltak ez a csatornához, és ott ragadtak. Ez tart mind a mai napig, vagy pedig emelkedni látszik? Tehát ahogy véget ért mondjuk a korlátozás, úgy visszacsökkent ennek a száma, vagy megmaradt azon a szinten, esetleg növekedett? A jelenlegi tapasztalatok szerint eléggé úgy maradtak a dolgok, tehát a pozitív tapasztalatok ugye megerősítették az embereket abban, hogy ez egy alternatíva, ami a mindennapokban használható, főleg olyan termékeknél, amelyeknél már csak úgy inerciából, megszokásból offline vásároltak azelőtt, tehát például a ruházati cikkek, egy ilyen terület, vagy különböző készélelmiszerek, félkészélelmiszerek beszerzése. Valójában számos olyan lehetőség van online is, ami ugyanolyan jó, vagy bizonyos szempontból kényelmesebb, jobb. Ezért azt lehet mondani, hogy alapvetően nem estek vissza a számok, sőt, bizonyos területeken felbátrodtak az emberek. Igen, tehát már egész furcsa dolgokkal is lehet találkozni, hogy már online bármit meg lehet rendelni, és hát ugye tudjuk ennek az előnyeit, hiszen könnyen egy kattintásnyira van, és viszonylag hamar megérkezik az adott árucikk. Na de beszéljünk szerintem a hátrányairól, mert hogy abból is van bőven. Melyik a legfőbb hátránya, hogyha online vásárolunk? Lehet, hogy most ez furcsán fog hangzani, de a legfőbb hátránya az online vásárlásnak azok mi vagyunk emberek. Ugyanis nekünk az agyunk annó, amikor kifejlődött, ugye 50 ezer évvel, 100 ezer évvel ezelőtt valójában, nekünk az offline környezetben fejlődött ki az agyunk, ahogy az információ ér minket, azt mi egy bizonyos módon processzáljuk. Interneten viszont nagyon gyorsan történnek a dolgok, és nagyon gyakran félreértjük, vagy bizalomgerjesztőnek látunk olyan ajánlatokat is, amelyek mögött problémás
üzenet van, vagy pedig valami csalás, vagy csaláshoz hasonló dolog. Éppen ezért tulajdonképpen a legnagyobb probléma jelenleg is az online vásárlással az, hogy túl gyorsan döntünk, nem figyelünk oda a részletekre, nem nézzük meg, hogy mennyire megbízható az, aki árul, nem nézzünk utána a feltételeknek. Tipikusan ezek a dolgok. Hogyan lehetne ezeket kiküszöbölni? Tehát szerintem ahányféle csalás létezik, ugye annyi fajtája van, és annyiféleképpen, de azért mégis van egy olyan tipp a te részedről, mondjuk, amit hasznos tanácsként tudnál mondani az embereknek, hogy mégse kerüljenek ebbe a csapdába? Igen, a túl bombasztikus, ilyen hirtelen elénk ugró, nagyon sokat ígérő reklámoknál mindenképpen legyünk elővigyázatosabbak, viszont ez nem elég. Tehát nyilvánvalóan nagyon sok teljesen korrektül játszó szereplő is nyúl néha, főleg ugye a Fekete Péntek környékén ilyen jellegű reklámakciókhoz. De az, amit tehetünk, és valószínűleg, hogy ez az első számú hüvelykúj szabály, hogyha nem azonnal döntünk, hanem egy kicsit várunk 10 percet, esetleg utána nézzünk, hogy ugyanaz a termék máshol milyen áron vásárolható meg. Evel már nagy valószínűséggel kiszűrjük a problémáknak a felét. A többi része az viszont már egy kicsit ilyen kekec dolog, tehát oda kell figyelni az apróságokra, a kisbetűs részekre, a részletekre, úgyhogy alapvetően én azt mondanám, hogy ha valaki nagyon gyors megoldást akar erre, akkor az, hogy hunyjuk be a szemünk, dőljünk hátra, és várjunk 10 percet, és azt követően döntsünk. Igen, és mindenképp legyünk figyelmesek, hogyha mondjuk valami egy nagyon nagy összegbe kerül, és az interneten túlságosan elérhetővé válik, tényleg ilyenkor érdemes hatványozottan figyelni. A tapasztalatok egyébként mit mutatnak? Vannak arra vonatkozó felmérések, hogy melyek azok az árucikkek, amikből a legtöbbet vásárolnak interneten keresztül mondjuk? A jelenlegi állás szerint nagyon úgy néz ki, hogy a régi trend kiegészül egy új trenddel. Ugye a régi az volt, hogy nagyon sok esetben, akik online vásároltak, azok IT és multimédia cikkeket vásároltak, mármint hogy a leggyakrabban. És ez most ugye kiegészült nagyrészt a pandémia hatása miatt, hihetetlenül megnőtt a volumene a különböző ruházati cikkek, belső dekor, háztartási cikkek vásárlásának, ezen kívül az online élelmiszervásárlás, főleg az ilyen hazarendeléses élelmiszerre gondolok, illetve a játékok, például a játékok nagyon nagyot nőttek, meglepő, de például kisvárosi és falusi környezetben is nagyot nőttek az online játékvásárlások. Még egy utolsó kérdésként most ebből kiindulva kíváncsi lennék arra, hogy az üzletláncok hogyan reagálnak erre, hogy ugye mindenki felfedezte, hogy online vásárolnak az emberek, tehát hogyan módosítja mondjuk a bevásárlóközpontjainkat, egyes boltjainkat ez a jelenség? Hát ugye itt két apróság van, az egyik az, hogy nyilvánvalóan egy elég nagy nyomás alá vannak helyezve a klasszikus áruházak, és meg kell ők mérkőzzenek árban. Na most nagyon sok nagyobb áruház meg is tud mérkőzni árban az online webáruházakkal, főleg a nagyobbakkal, vagy főleg a kisebbekkel. A nagyobbakkal egy kicsit már nehezebb dolguk van. Tehát az egyik dolog, amit látunk, az, hogy nagyon lesik, hogy online milyen árak vannak, és offline-ban megpróbálnak alkalmazkodni. A másik pedig az, amit sajnos nem biztos, hogy könnyű kiszűrni, hát az nem más, mint az úgynevezett showrooming. A showrooming az a jelenség, amikor valaki bemegy egy offline áruházba, és ott a helyszínen megnézi, hogy egy webáruházban mennyibe kerül ugyanaz a termék, megtapogatja a terméket a helyszínen, de online vásárolja meg egy teljesen más áruháztól. Ez ellen nagyon nehéz, ugye mit lehet tenni, ki lehet küldeni őket esetleg, az nem túl jó ötlet. Úgyhogy ez még egy nagy kérdőjel szerintem az offline áruházak számára. De nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és talán még visszatérünk majd, amikor nagyobb aktualitás lesz, vagy közelebb lesz a Fekete Péntek, amit már említettél is, hiszen akkor még jó felhívni az emberek figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek erre a jelenségre. Köszönöm szépen, László, hogy itt voltál. Én is köszönöm. A mai napon veszi kezdetét a 30. Alternatív Rövidfilm Fesztivál itt Marosvásárhelyen. A színvonalas válogatásba erdélyi filmek is bekerültek. A kerek évforduló alkalmával az esemény szervezőit kérdeztük. Az Alternatív Rövidfilm Fesztivál Marosvásárhelyi legjelentősebb filmes eseménye, amely immár 30 éven át évről évre megrendezésre kerül. Innen a fesztivál ingyenes a nagy közönség számára, ez a
30. születésnapi ajándékunk a törzsközösségünknek és az új idelátogatóknak, illetve hát idén először rendezzük meg az erdélyi filmek versenyét, amit regionális filmek versenyeként találnak meg a programfizetbe. Ugye az elmúlt 15-20 évben azért 4 olyan intézmény is stabilizálódott Erdélyben, elsősorban egyetemekről van szó, ahol filmes oktatás zajlik, ahol már rengeteg generáció elkészítette vizsgafilmjét, első kisjátékfilmét, és évről évre születik legalább egy tucatnyi olyan erdélyi alkotók által készített animáció, kisjátékfilm, dokumentumfilm, ritka esetben kísérleti film, amelyek jók, és érdemesek a bemutatásra, és szerintem érdemesek a díjazásra is. Az ideig vezető út viszont nem volt rövid, hiszen 30 év rengeteg idő, rengeteg változás és kihívás forrása is. Erről Sípos László, a fesztivál igazgatója mesélt. Igaziból ott kezdődött, hogy egy Németh Zsolt nevű úriember, aki véletlen folytán osztálytársam is volt, sőt pattársam, kapcsolatba került a Győri Media Wave fesztivállal, és hazajött, és elment Madishoz, Ungvári Zrínyi Imlével közölte az ötletét, hogy itt is kellene legyen egy fesztivál, és akkor hárman Gáspári Katilával kitalálták azt, hogy igen, legyen itt egy filmes rendezvény. Az első év az egy különleges év volt, hiszen az még nem teljesen fesztivál jellegű volt, hanem inkább egy szemle. Úgy szoktuk emlegetni, hogy megpróbálta bemutatni az utolsó 50 év magyar filmtermését a vásárhelyi közönségnek, hiszen a 89 előtti időben nem nagyon lehetett magyar filmet, elvétve lehetett, de nem nagyon lehetett magyar filmet látni Romániában. A következő években ez a szemle már egy versennyé nőtte ki magát, amely nem csupán regionális, hanem nemzetközi volt. De akkor kapta az Alternatíve címet, magyarul Más virág, a picin szójáték a más világra, mint ahogy az Alternatíve is nem azt jelenti, hogy alternatív filmművészetet mutatunk be, hanem a másként születettre utal. A 30 év alatt rengeteg minden változott a világban, a technika területén meg soha nem látott fejlődés volt. A filmeket éveken át VHS kazettán, majd DVD-n küldték a nevezők. Ezek összegyűjtéséről meg a szervezők gondoskodtak. Nagy, nem mondom, hogy zsákokkal, de nagy szatyrokkal jártunk a postára, postafiókba, az állomási vámhivatalhoz, hogy a VHS kazettákat összeszedjük utána. Picit csökkent a méret, amikor megjelentek a DVD-k, tehát egy picit könnyebb volt raktározni is őket, még most is a Madisz irodájában falat elfoglaló polcokon állnak a VHS kazetták és a DVD-k. Annak idején mozivászonra vetítettünk régi orosz filmvetítőkről, aztán mozivászonra vetítettünk videoprojektorral, most már LED-képernyőre vetítünk számítógépről, tehát igyekszünk amennyire lehet. Én remélem, hogy olyan műsorral szolgálhatunk, ami bevonza a közönséget a Kultúrpalotában, illetve aki eljön utána, elégedetten távozik, és vasárnaptól arrafele megint azt hallhatjuk, hogy az idén is egy jó fesztivál volt. Míg az én gyerekkoromban képeskönyvek és diafilmek segítségével merültünk el a mesék világában, ma ugyanezt az élményt tabletten és okostelefonon keresztül tapasztalják meg a gyerekek, sokszor a szülők jóváhagyásával vagy éppen ösztönzésével. De miért lehet káros, mi több veszélyes a fejlődő gyermeki agyra a média használat? Hogyan lehet okosan használni és hogyan lehetne ezt helyettesíteni? Dr. Komsa Szikszai Sára, azaz Róka Doki gyermekgyógyász rezidens a vendégünk ma, akivel a 0-tól 5 éves korig terjedő gyerekek a média használatáról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek. Köszöntelek én is, köszöntöm a nézőket. Szerintem egyből tisztázzuk a legfontosabb kérdést, tehát 0-tól 5 éves korig terjedő gyerekekről beszélünk. Ilyenkor ajánlott bármiféle média használat? Tehát ebben a digitalizációs világban talán nem mondhatjuk már ki azt, hogy egyáltalán nem használhat a gyerek médiatartalmakat, vagy nem fogyaszthat.
viszont ez az időszak egy nagyon érzékeny időszak az ők agyi fejlődését nézve, ezért három alappillér az, amit nagyon fontos figyelembe venni, az, hogy mikor kezdjük el ezeket a tartalmakat fogyasztani. Ha elkezdtük, mennyi az időkorlát, amennyit a gyerek fogyaszthat, illetve mi a tartalom, amit fogyaszthat a gyerek. Az Amerikai Gyermekgyógyászok Társasága kidolgozott erre egy irányelvet. Ebben elmondják, hogy a 18 hónapnál kisebb gyerekek számára egyáltalán nem javasolnak médiatartalomfogyasztást. Ez alól persze kivételt képez a videócset, mivel most már mindenki szanna szétlakik, ezért ez egy kapcsolatfenntartási lehetőség nagyszülőkkel, rokonokkal. A 2 és 5 éves kor között napi maximum 1 óra médiafogyasztás javasolt. Ami a médiatartalmat illeti, nagyon fontos, hogy a szülő odafigyeljen, hogy a kornak megfelelő legyen, illetve hogy oktató jellegű legyen ez a műsor, ami főleg prevencióra, az egészségre fekteti a hangsúlyt. De beszélhetünk felügyelet nélküli média használatról ebben a korban, tehát egészen 5 éves korig, vagy mindig legyen ott a szülő? Ebben a korban nem beszélhetünk, tehát nekik az a legjobb, hogyha a szülő jelen van, és segíti őt, hogy megértse a média tartalmat, megértse, hogy mi történik egy mesében, hogy tudjon kérdezni, a szülő tudjon magyarázni, legyen egy interakció közöttük. És mivel sajnos nem egy ideális világban élünk, azért gyakran láthatjuk, hogy akár már 2 éves, 2-3 éves gyerekek tényleg okostelefonnal a kezükben görgetnek. Hogyha mégis ez megtörténik, és mondjuk fennáll ez a dolog, akkor milyen módosulásokat, milyen következményekkel járhat mondjuk a fejlődésükre? Tehát úgy nevezzük ezt az időszakot, hogy korai gyermekkor, ahhoz, hogy az ők kognitív, érzelmi, szociális, illetve nyelvi területeik jól fejlődjenek. Nagyon szükség van, hogy tapasztalaton alapuló élményeik legyenek, személyes találkozásaik, személyes interakcióik, úgyhogy ennek az elmaradása, ezeknek a területeknek a csorbulásához, lassult fejlődéséhez fog később vezetni. Tehát nem hiába mondjuk, hogy bezeg a mi időnkben, pedig nem gondoltuk, hogy sor kerül erre is, hogy mi lent játszottunk az udvaron, de most például volt egy megdöbbentő élményem, hogy láttam, hogy az udvaron tényleg ott a csúszdáknál volt 4-5 gyerek, és mindenki a telefonját nyomkodta. Igen, sajnos. Igen. Milyen szerepe van mondjuk a szülőnek ebben, hogy nincsen mindenhol ugye hatalma, mondjuk ha a gyerek kimegy az ajtón, de mégis meglátszik, ott a 4 közül is volt egy, aki csak nézte a társait, hogy mitől lesz az egyik gyerek függőbb a médiai eszközöktől, mint sem egy másik. Tehát a szülőnek abban van szerepe, hogy korlátokat állítson fel a gyerek számára, de úgy a maga számára is, tehát ő is egy jó példa kell legyen otthon. Fontos, hogy a család kialakítson kütyűmentes helyeket, időt, legyen ennek egy helye, egy ideje, és ami tényleg a legfontosabb ebben a korban, hogy ne hagyja, hogy egyedül nézze a gyerek ezeket a tartalmakat. És a másik fontos dolog, hogy ellenőrizze, hogy mit néz. Például Amerikában volt egy kutatás, amiben megfigyelték, hogy 3. gyerekekkel az órán megnézettek egy agresszív cselekményt tartalmazó mesét. Utána az volt a feladat, hogy a szünetben valakinél verekedést látnak, akkor szóljanak a tanítónéninek. Na ennek az lett aztán az eredménye, hogy azok a gyerekek, akik azelőtt egy órával, tehát ennyire rövid távon is, azelőtt egy órával néztek agresszív cselekedeteket, azok sokkal később szóltak a tanároknak, hogy probléma van kint, mint az iskola többi gyerekei. Hát úgymond immunissá válnak. Igen, tehát az empátiájuk csökken, tolerancia az növekszik az agresszió fele. És nagyon fontos, amit mondtál, mert szerintem hiába mondja a szülő, hogy tedd le a telefont, hogyha azt látja a gyerek, hogy a szülő is nyomkodja. Hát vagy igen, hiába mondja, igen, hogy olvas, fiam, hogyha a szülő mondjuk nem teszi ezt. De igen, így akkor maradjunk a média eszközöknél, hogy a szülő is valamilyen formában kell fegyelmezze önmagát, gondolom. Igen, amikor igen, együtt igen vannak. Tehát maguknak is meg kell szabják a korlátokat. Tehát fontos, hogy elalvás előtt 1 órával se a gyerek, se a szülő ne használja ezeket az eszközöket, valamint evés közben ne helyettesítse, tehát ne legyen egy figyelemelterelés, tehát mindenki koncentráljon az étkezésre, beszélgetés legyen közöttük,
illetve a szülő tanítsa meg a gyereket játszani, tehát legyen ideje, ne egy bébi csősz legyen a telefon, ez a legfontosabb talán, hogy ne helyettesítse a szülő-gyerek kapcsolatot az okos eszköz. És szerintem így a te életedből is pontosan tudod, hogy a szülők néha csendre vágynak, és akkor ebben az esetben se nyúljanak a telefonhoz, sem a tablethez, akár egy mesét sem tehetnek be, hogy a gyerek mondjuk nyugodtan, csendben üljön, amíg a szülő dolgozik? Hát igen, ez is káros lehet. Tehát nehéz, főleg ebben a rohanó világban nincs segítség, tényleg biztos nehéz megoldani, de legalább addig, amíg be nem tölti ezt a 18 hónapot, próbáljuk meg mellőzni. Nem könnyű, fárasztó, de nem lehetetlen. Én saját tapasztalatból mondom, hogy nem lehetetlen. Helyettesítsük egy könyvvel, diavetítővel, most már nagyon szuper diavetítőket lehet újra kapni, és a gyerek megtanul magától is játszani az otthon talált, úgymond nem digitális, fizikai játékokkal. Én is tapasztaltam egyébként egy másik ilyen szembesülésem, hogy mekkora figyelemzavart okoz az, hogyha valakinek, egy kisgyereknek a kezében mondjuk 3 évesen már ott van a telefon, hogy 2-3 másodpercnél tovább nem tud még az emberre sem figyelni, úgyhogy ezek már konkrétan megjelennek, a figyelemzavart te is említetted. Hogyha ez megtörténik, van valamilyen fajta, vagy ezután fog kiderülni, hogy valamiféleképpen ezt helyre lehet hozni, vagy hogyha ez kialakul, akkor egy kinkeserves meló lesz majd idővel normalizálni a helyzetet, mondjuk amikor az iskolában kell koncentrálni, amikor majd felnőttként kell, még a nyoma megmarad. Hosszú távon biztosan van nyoma, főleg a túlzott használatnak. Az, hogy ezt aztán kiküszöbölni szerintem nagyon nehéz, úgy szülő, mint tanár szemszögéből, ehhez egy konkrét csapat kell, egy pszichológus, aki ezt a figyelemzavart majd később korrigálja. Akkor végsőként egy tippet adjunk, vagy egy fogódzót akár a szülőknek, hogy mire van szüksége egy 0-tól 5 éves korig terjedő kisgyereknek a telefon és a tablet helyett? Tehát a legfontosabb az, hogy otthon játszunk együtt, vagy vigyük ki játszótérre, ezeket a fizikális játékokat tanítsuk meg, mutassuk meg nekik, illetve mutassuk meg, hogy a való életben megtapasztalt cselekvések, azok sokkal személyesebbek, illetve sokkal izgalmasabbak, mint amit csak vizuálisan vagy halva lát egy digitális képernyőn keresztül. Gondolom minden szülő azt szeretné, hogyha a gyereke egészségesen fejlődne, és igazi része lehetne a társadalomnak, és ezzel nem okozza a legnagyobb jót a gyerekének. Nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy ne legyen lemaradva a többitől, hanem sőt, azzal teszi a legtöbb jót, hogyha nem adja a kezükbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk a témáról. Régen a paraszti gazdaságban, főként az őszi időszakban a kukorica bármilyen részét nagybecsben tartották, hát nem véletlenül. A csuhé levelekből, bajszból, hajból, csutkából sok izgalmas dolog készülhet. Van, aki ma is kreatívan felhasználja azt. Mutatjuk! Manapság kevésbé értékeljük a kézzel készített termékeket, pedig sokkal nagyobb szeretettel készülnek, mint a gyárban szalagszámra összerakott cikkek. Orbán Veronka már 2004 óta foglalkozik szalmafonással és kukoricahántalék megformálásával. Számára ez inkább csak hobbi, hiszen hazánkban nincs nagy keresete a szalmából készült díszeknek, holott a természetes anyagokból is csodaszép portékák születnek. Ez megnyugtat engem, én mikor hazamegyek, lehet akármilyen dolgom, már elvégzem a reggeli munkát, leülök az ágysorkára, nekem az megnyugvás, én kezembe tudom venni a szalmát. Az egyik legegyszerűbben elkészíthető dísz az angyalka, amely szépen mutat a karácsonyfán, ráadásul nem műanyagból van, így környezetkímélő is. Orbán Veronka megmutatta nekünk, hogyan kell elkészíteni. Jó. Akkor így a kötényét le kell hajtani. Ügyes, milyen jól áll a kezébe. Na, és akkor itt most megint ki egy glóriát vágni. Így. Ez az, még ügyes is. Na, és akkor most ebből lesz a szárnya, amit... Most jó nagy lesz. Ezt így ügyesen kell ráncolni, hogy ne menjen össze. Milyen mosni?
hasonló. Igen, masni. Olyan, mint a masni. Én minden szalmadíszt ilyen masnikkal díszítek. Vegyítem a kettőt, ha nekem nem erősségem ez a csubézás, ez csak olyan kitaláció. Na, és akkor ezt így ide kell ragasztani. Lehet feltenni a karácsonyfát. Lehet feltenni a karácsonyfát. Ezt is akartam megkérdezni, hogy ugye elkészülnek ezek a dolgok, de mi a rendeltetésük, hogy hol szokták őket használni? Hát vannak húsvéti díszek, vannak karácsonyfa díszek, adventi, ilyen kopogtatók, és mikor minek az ideje van. Csak itt nincs keresetreja egyáltalán. Úgyhogy nincs keresetreja. Itt nincs. Itt az országban, igen. Igen, az országban nincs keresetreja. Így hívnak, így bémutatózni, vagy tanítani, de... De hogy nem keresik konkrétan a... Nem, hát azt mondják, hogy hát ez szalma. Azt mondja, 2-3 lej, most már 4 lej, kell veszel egy kenyeret meg. Habár sosem készül két egyforma szalmavirág, baba, angyalka vagy más dísz, pont ez teszi őket különlegessé. Nem mellesleg a helyi termelőket is támogathatjuk azáltal, ha a kézműves termékek mellett döntünk. A Főnix konyha minden hétre tartogat finom ételeket és recepteket, melyek jó ötletként szolgálhatnak számunkra. Nézzük, mivel készült ma a séf. Sziasztok! Köszöntöm a kedves tévénézőket, egy picit kilandoltunk a halastavakhoz. Mi más készíthetnénk? Patkóra vágott pontyfilét, mellé hasábburgonyát, jutóróval töltött gombafejeket. Sokat nem is akarok róla beszélni, mert hátam megett a tűzéger, így hozzá is látok, hogy nagyon gyorsan elkészüljön. Tudjuk, hogyha belekerül az olaj és már bugyog, akkor jöhet bele a hasábburgonya. Egy kis parádé. Jöhet is rá a halpatkó, nem maradt más hátra, hogy befűszerezzük. Kicsit durvasóval megszórjuk, de ugyanúgy, mint otthon, nem kell félni tőle. Jöhet rá a darátbors, abból is egy csipetnyi citrom, rászorítjuk. Ugyebár tudjuk, hogy a horgásztónál vagyunk, és itten minden nem adatik meg, tehát ami van, abból készítjük. Kész is van. Megforgatjuk a pontyfilét. Jöhet a jutóróval töltött gombafej. Szépen ráhelyezgetem, még szépen fel is díszíti. Jöhet rá egy csipetnyi vegyes fűszer. Íme el is készült tárcsalapon. Az etevárai horgásztónál a pontyfilé. Jó étvágyat kívánok, a viszontlátásra! Vince Simó Franciska mára is összegyűjtötte számunkra Erdély néhány kulturális eseményét, melyek közül válogathatunk, ha egy kis kimenőre vágyunk. Szép jó napot kívánok, sziasztok! Ma szeptember 28-a van, szerda. Én Vince Simó Franciska vagyok, önök pedig a kimenőt látják. 1817-ben ezen a napon született Tompa Mihály magyar költő, a népi nemzeti irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője, és 1978. szeptemberében szintén ezen a napon hunyt el a köznyelv által mosolygós pápának nevezett első János Pál pápa. Nézzük, mi minden történik mostanság Erdély városaiban. A kóma egy kiszolgáltatott állapot, tehetetlenség. Egy helyben toporgás, a szabadság ellentéte.
Az ember hajlamos arra, hogy bebörtönözze magát hazugságokba, elképzelt valóságokba, régi traumákba, ismétlődő bántalmazásokba. Hajlamos engedni a kóma állapotnak és tehetetlenül reménykedni a csodákban. De meddig tarthatjuk fogva saját magunk? Kolozsvári Állami Magyar Színház szeptember 29-i előadásából Nóra történetét ismerhetjük meg. Rendező Boton Nagy. A belső tapasztalási modell már a méhen belül alakul. A magzat érzékel, észlel, tanul, érez, emlékszik és következtetéseket von le. Az anyababa korai kötődés nevet viselő esemény egy olyan alkalom, ahol szakemberek boncolgatják mindezen témaköröket és hasznos információkkal szolgálhatnak szülőknek és leendő szülőknek egyaránt. Az eseményre szeptember 30-án, pénteken 18 órától kerül sor, a Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplomban, a belépés pedig ingyenes. A mese örök. A Magyar Népmese Fesztivál egy háromnapos esemény, melynek fő célja a mese, az olvasás, illetve a népi kultúra népszerűsítése mellett a népi és kulturális örökségünk ápolása és továbbadása. A magyar népmese páratlan, hiszen sokfélesége, gazdagsága egyedülálló. A mesehősök nyitott szemmel és szívvel haladnak a cél felé, akadályokat leküzdve, ahogy haladnak gyermekeink és mi is a hétköznapi élet megpróbáltatásokkal teli ösvényein. Üljünk fel együtt a népmese táltos lovára szeptember 30-a és október 2-a között Nagyváradon. Ez volt a mai kimenő, én pedig most búcsúzom. Nézzenek holnap is, addig is a legjobbakat kívánom. Kellemes szerdát és hetet. A viszontlátásra! Ma este 9 órától Jó napot, megjöttem című műsorunkat láthatják Badics Petrával. Nézzük, hova vezet el bennünket. Szerdán 9 órakor Jó napot, megjöttem, és érdekesebbnél érdekesebb történeteket mutatunk be önöknek Erdélyből. Magur, te zenész vagy, van zenekaros? Na, hogy ne lenne? Na hát akkor holnap egyet koncertezzük, de jó? Volt. De nem volt semmi. Ebben a műsorunkban nem csak egy ember lesz a főszereplőnk, hanem egy egész együttes. Bence, ez melyik dalnak az alapja? Béla vagyok. Bence? Bence? Nem tudok erre válaszolni. Béla vagyok, egy gondjában dolgozom, és azt mondja a főnököm, te Béla, nem dolgozol rendesen. Akkor itt megtelik mondjuk ez a focipálya, és az a rengeteg ember itt van. Mi születik meg olyankor a színpadon? Az energia. Úgyhogy lazaság van. Ettől jó a dolog. Van egy energia, egy lendület ebben a projektben, és az elvarázsol mindenkit. Ki a csapat lelke? Magor. Mindenki valami más csinál, mindenki máshonnan jön, de valahogy így az évek során annyira összeszoktunk, hogy valami eszméletlenül jó kémia vagy, nem is tudom mi. Hogy végül most mit jelent a Sample, azt megtudhatják szerdán 9 órakor a Jó napot, megjöttemben. Hogyha azt mondjuk, hogy 10 év múlva Sample, akkor szerinted mi lesz? 25 éves koncert. Értem. És hol lesz a 25 éves koncert? Csak is a Simplában. Jó napot, megjöttem Badics Petrával, szerdán 21 órától az Erdély Magyar Televízió műsorán. A Mozaik után 7 órától híradóval várjuk önöket, úgyhogy tartsanak velünk akkor is. Szia Emese, mi lesz a mai híradóban? Szervusz Leóra! A dél-koreai kormányfővel találkozott ma Tokióban Nikolaj Csuka miniszterelnök. A román kormányfő arra kérte hivatali kollégáját, hogy támogassa Románia csatlakozását a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezethez. Mindeközben Vasile Dâncu védelmi miniszter megerősítette az információt, hogy Románia vaskupola légelhárító rakétarendszert szándékozik vásárolni Izraeltől. Mutatjuk a mai nap legfontosabb híreit, 7 órakor kezdünk, tartsanak velünk! Energiaársapka. Növelte a kedvezményezettek körét elsőházként a szenátus az energiaár kompenzációra vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó parlamenti eljárás során. Ez azonban csak tovább fokozza az egyenlőtlenséget és a méltánytalanságot. Ukrajna.
Oroszország bejelentette, hogy a megszállt ukrajnai területek lakossága az Oroszországhoz való csatlakozás mellett voksolt a nemzetközi közösség által el nem ismert népszavazáson. Így orosz szempontból a hadműveletek honvédő háborúvá válhatnak, mondják a szakértők. Oltóanyag. 8 milliónál is több koronavírus elleni vakcinát lesz kénytelen megsemmisíteni Románia, miután lejár az oltóanyag szavatossága, és szinte teljesen megszűnt az ezek iránti kereslet. Adományként sem kell senkinek. Köszönöm figyelmüket, műsorunk végéhez érkeztünk. Holnap őszi sportolással és egészségügyi hasznos tanácsokkal várom önöket itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, holnap találkozunk, szép estét, a viszontlátásra!